kérni mindenkit, hogy foglaljon helyet akkor, elkezdenék a háttérhatalmi merítetek és választható gyermekkori oltások címmel létrehozott kis beszélgetésünket, jó? Először dr. Uki Tibor fog előadni nekünk összefoglaló a választható gyermekoltások egy mozgalom tevékenységéről. Amit már előzőleg is említettem, még megemlített, hogy gondoljunk bele, hogy megszületik a csecsemő, és semmi joga nincsen a mai jogrendszerben. Tehát azt csinálok vele, amit akarok. Elveszem az anyától, elviszem, ide veszem, oda veszem, elvehetem. Hát neki is kell, ő is élet, ahol már a fogantatáskor tulajdonképpen benne van a lélek, és onnantól kezdve úgy kell kezelni, mint ember. Tehát, és nagyon meg kell mondani, mert ha ez a járvány kapcsán az oltások annyira kijöttek, hogy mennyire rosszak, ugyanazok a cégek gyártják ezt az oltást, és nem várhatunk tőlük, hogy nem lesz benne emberes. Magyarországon a járvány alatt egyetlen egy oltás nem ellenőrizte hivatalosan, amit beadtak. Egyetlen egyet sem, gondoljuk el, hogy lehet bízni ilyeneket, jó? És akkor átadnám Tibornak a szót, ő beszél erről. Sok szeretettel köszöntöm minden jótokat, megjeleteket. És majd egy döbbenetes képet fogok kapni arról, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban. Úgyhogy kérem szépen mindenki foglaljon helyet, mielőtt leesik a székről. Azzal kezdeném, hogy én magamhoz kezdtem, hogy csöppettem bele az egész oltásügyi történetben, mert alapvetően serészen vagyok, egészségügyi diplomás, egészségügyi menedzser, közvetlen, egészségügyi auditor, aki 2021. januárjában kormányzati titkos felkérésre írtunk egy úgynevezett kormányzati előterjesztési programot, hogy mi ez a COVID, mi ez a nevelemes oltás, és hogy kormányzatnak milyen feladata teendője ezzel kapcsolatban. Egy amerikai és egy magyar PhD kutató barátommal hárosban megcsináltuk az anyagot, amelyben azokat állapítottuk meg, hogy ez egy mesterséges kimérvírus, az MRNS az egy biofegyver, be kell tiltani az itteni beadását, és a hagyományos oltóanyagok csak jók erre, de egyébként járványat azzal sem érjük oltani. Egy nemzeti konzultációt javasoltunk Magyarországon, ahol tájékoztassák a lakosságot arról, hogy itt miről van szó, és hogy ezzel hogy lehet védekezni. Az volt a véleményünk, hogy első a prevenció. Nem két hétig karanténba tartjuk a szegény szerencsétlen esetleg fertőzöttet, hanem azonnal elkezdjük a kezelését. A másik pedig, hogy van a vírus ellen szer, amiket ezek ellen kaptak, ilyen például az ivermektin vagy a hidroxikloroquin, egy hang nem volt erről, sőt, veletek tiltva ezek a szerek. Nem tudom, mennyire tudjátok, de még most is szigorúan tilos Magyarországon ezeket a szereket forgalmazni, vagy erre azt mondani, hogy ez vírus ellenes, vagy esetleg a Covid ellen hat. De miközben az ivermektin feltalálója néhány évvel ezelőtt Nobel-díjat kapott ezzel a szerek. No, a kormány válasza a feltett az anyagunkra, hogy megküldtünk nulla, nulla volt. Egy hang választ nem kaptunk, szószoros értelemben tulajdonképpen néha hallgatásra burkolózott. Utána kb. 3 hónappal később kaptunk egy téli hivatalos visszajelzést, miszerint, hogy mindenről tudtak, amiket mi leírtunk, de nem baj. A tisztunk majd elemzettük, megkérdezik, hogy halljuk a tényleg. Értitek? Azt fizették, nem baj, tisztunk majd elemzettük, lehet, hogy meghallhat a tényleg. Hát hittem. Na most, rájöttünk akkor, amikor ezt a vizsgálatot végeztük, hogy nagyon bajok vannak általában az oltásokkal, a vakcinákkal. Ezeknek az összetételével, minőségével, terjesztésével, magával, édettség kérdéskörével, az oltások szövődményével, a gyermekkori oltási rend hazai kötelező jellegével és a vakcinák biztonságosságával. Itt szeretnék neked egy rövid cikket felolvasni, nagyon friss, 2024 márciusi, Joseph Mercola, akiről talán hallottatok ennek a cikke. A címe az, hogy a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos illúziók eloszlatása. Tehát a vakcinák biztonságosságával kapcsolatos illúziók eloszlatása.
Így kezdődik a cikk. Volt, hogy a kipar szándékosan félrevezett minket a vakcinák kockázatairól és előnyeiről, hogy profitot termeljen. Nem törődtek az emberi szenvedéssel és a közegészségügy időben történő lerombolásával. Példa. A gyermekgyógyulás elleni vakcina többek között azért nem működött, mert a gyermekgyógyulás nem egy fertőző vírus okozta, hanem egy toxin. A gyermekgyógyulás vírus egy komplex vírus, amely teljesen ártalmatlan, ha csak nem támadják meg a toxinokra. A definíciók megváltoztatása a vakcinaipar forgatókönyvének a része. MRNS géninjekciókat elemezték védőoltásokat. A gyermekgyógyulás elleni vakcina többek között azért sem működik, ezt már olvastam, viszont a vakcina definíciók radikálisan megváltoztatják, hogy lehet, hogy tegyék a kísérleti módosított DNS génterápia, génmódosítás alkalmazását. Jelenleg is folyik az Európai Gyógyszeri Ügynökségre egy ilyen típusú definíció módosítás, hogy mindenképpen beszösszakolják az MRNS típusú oltóanyagokat a úgynevezett védőoltások kategóriájába. Majd utána megtudjátok azt is, hogy miért akarják ezt a gyógyszerekat. A placebo kontroll teljes hiánya. Erről már többször beszéltük, Korzsonyka is többször említette. Az átfeles másik része az, hogy a vakcinát, egy vakcinát egy másikkal hasonlítják össze kontrollként a valódi placebo helyett. Egyszerűen nem lehet bizonyítani, hogy egy vakcina biztonságos, vagy egy másik valószínűleg nem biztonságos vakcinával hasonlítjuk össze. Ez józan praxis, és lehet, hogy ez így van, mégis ezt csinálják. Ebben az interjúban, amit a meghallgatott készített Dr. Susan Humphreys-zal, a 2013-ban megjelent Dystrophic Illusion Disease, Vaccines and Forgotten Dystrophy, vagyis a vírusok feloldása a betegségek, vakcinák és az elfelejtett történelem című klasszikus könyvének nemrég megjelent frissítéséről beszélt. Dr. Susan Humphrey orvos, a szakkönyvírója szerint, hallgassátok, nem létezik hasznos vakcina. Még a hívő vagy a tetanus sem. A tetanus sikeresen lehet ugyanis kezelni nagyzódisú intravénás C-vitaminnal, mondja a Facebooktól, de más fontos tápanyagokkal is. A C-vitamin azért hat, mert a tetanus egy bakteriális fertőzés, mint azt tudjuk, amelyet egy oblikát, amely a baktérium okozza, amely oxigén jelenlétében nem képes életbe maradni. Egyéb oxidatív terápiák is jók, például a hidrogénperoxid, a ozonterápia, nem sorolok. A biztonságos és hatékony oltásokról szóló narratíva egy gondosan kitalált illúzió. Ezt mondják. Az illúzió szó nagyon találó, mert az oltóanyagipar valójában az illúzió terjesztéséről szól. Szándékosan félrevezet bennünket a vakcinák kockázataival és előnyeivel kapcsolatban, hogy profitot termeljen tekintet nélkül az emberi szenvedéssel. Humphrey doktor azt mondja, amit megtanultam ez alatt a 15 év alatt, amit ezzel foglalkoztam, az az volt, hogy ugyanaz a régi történet újra és újra ismétlődik. Néha megkérdezik az emberek tőlük, mondja a Humphrey doktor. Mi a hajtóerő? Miért csinálják ezt? A válaszom az, hogy nem tudok kevés kiegészítő választ adni erre, hogy bizonyára a kapcsisági szerepet játszik, főleg az utóbbi időkben, de valószínűleg sokkal rosszabb dolgok is állnak átérzek. Én teszem hozzá, nem véletlenül az új generáció szándékos előre tervezett megbetegítése? Van átérve? Gondolkozzuk erre ezt. Vakcinák problémákat okoznak, mondja a Facebooktól. Amit elmondhatunk, az az, hogy a 125 éve ugyanaz a történet ismétlődik. Nevezetesen, hogy újabb és újabb vakcinák jelennek meg a piacon, és súlyosítják a korábbi betegségeket, amelyek nem voltak eddig igazán problémásak. Valóság, hogy azokon nő, a halálozási arány minden betegség esetében csökkent, mielőtt még létezett volna a terápia, legyen az antibiotikum vagy vakcina. Mindig is kulcsfontosságúnak tartottunk, hogy segítsünk az embereket abban, hogy jobban is tovább éljenek. Hogy erősítsük a testüket, ellenálló képességüket. A kulcs az erős immunrendszer. Az USA-ban a CDC évek óta titkolja a vakcinák okozta sérüléseket, mondja Humphrey doktor. Betegség ellenőrzés és megelőzési központ
bejutott jelentések törlésére elkúrkolja az oltási sérüléseket. Ugyanis, mondja a hangfunkaktól, elkezdtem jelenteni ezeket az oltási sérüléseket a CDC-nek, jelentettem őket, mert körülöttem lévő orvos kollégáim nem tették ezt. Ismerősége? De aztán elkezdték elén hozni őket, és azt mondták, hogy itt van még egy szüzet, itt van még egy. Minden alkalommal jelentettem ezt a CDC-nek, a CDC-től jött egy üzenet, oké, majd hívni fogják magát, készüljen. Nagyon furcsa dolog volt, 60-a felettével tényleg a CDC főképviselője fölhívott. Azt mondja, engem egy orvos mondja a doktornő. Azt mondja, hogy azt kérdezi, mi történt veled? Hogy úgy gondolod, hogy ezek az oltások ennyire problémásak. A választ válaszoltam, mondja a doktornő. Azt történt, hogy figyeltem, hogy beadják a gyerekeknek az élő influenza vírus vakcinát, holott a terepet tájékoztatóban pontosan meg van írva, hogy milyen tüneteket fognak kapni. Vagyis influenza. Ezt mondta el a CDC képviselője. No, ez az én szakterületem. Én egyáltalán ilyen nem fordult elő. Majd a következő, Humphrey doktor törölték a CDC jelentő nyilvántartására, és összes adatát is törölték a CDC adatásába. Ez volt a CDC válasza. A Covid tömeges injekciós kampány egyik pozitívuma volt, mondja Humphrey doktor, hogy sokakat rájegyeztet arra, hogy az ellenes volt oltóanyag, ez csak egy látszat. A Covid ellenes vakcina annyira mérgező, hogy bár a sérüléseket intenzíven szőnyeggel sötik, ahogy még soha, egyszerűen olyan sok egészségkárosodás és haláleset volt, hogy ezt a vérontást már nem lehetett elvékolni. És mivel a kormány és az egészségügyi hatóságok nem hajlandók elismerni a problémát, sokan most már az összes vakcinát megkérdezik, nem csak a Covid-oltást. Itt tartok mi is. Egy világ bomlik össze benned, amikor rájössz, hogy az egész egészségügyi rendszer korrupt és elmaradott, és hogy valószínűleg szinte minden betegségre van jobb terápia, mint az oltások, mondja a hangfőtöttől. És tudod azt, hogy vannak orvosok, akik évtizedek óta mondják ezt, de ezeket az orvosokat elhallgattatják, szakvéleményeket figyelik ki. Ez volt a bevezető, ami után is rátérkezik a dolgainkra, és a beszámolóra. Tavaly nyáron újra indított kezdeményezésünk volt, a szülők a gyermekeink egészségét egyik választatóval jelentő oltásokat mozgalmunk, aminek voltak már előzményei, ezúttal is négy fő hatással üdvözlöm az elődeinket, akik ugye ezt a küzdelmet elkezdték és csinálták. Majd elfáradt. Ezt a mozgalmat az orvosok a tisztánlátásért, a Hitler Egyesület és a most megalakult új magyar orvosi kar keretében, és azon túl is, a Karnokistában, majd Hitler Ulri rendező központban, az a számos előadás keretében, több száz fős érdeklődő közösség előtt igyekeztünk feltárni a fenti problémákat, amiről előbeszéltem itthon is, valamint rámutatni ezekre a súlyos szakmai hiányosságokra, áttudományos narratívákra, majd igyekeztünk szakértő kollégáink segítségével megoldásokat, terápiás javaslatokat adni az oltásért gyerekek szüleinek. Egyben levélben, interneten, blogokban, weboldalakon és személyes szakmai kerekasztal keretében próbáltuk felhívni a magyar közegészségügyi és járványügyi szervek döntéshozó figyelmét, hogy a magyar gyermekoltási rend szakmai felület vizsgálata szükséges, hogy az oltáskritikus családokkal szembeni hatósági retorzió tarthatatlanok. Sületületet találtunk, és a sajtóban csak alaptalan rágalmakat kaptuk. Nézzük a tényeket. Gyermekkori járványügyi helyzet Európában. Európában az elmúlt 50 évben fertőző gyermeki járványok nem voltak. A sporadikus előfordulások itt ott az nem tekintető járványok. A járvány definícióját kéne talán ilyenkor mindenki megismerni. Ennek dacára, ebben az elmúlt 50 évben a vakcinagyártók egyre több gyermekkori vakcinát dobtak a nemzetközi piacra. Európában ezen időszak alatt a kötelező és ajánló gyermekkori vakcinák száma több mint 10-szeresére emelkedett. Hamis az a vakcinagyártói marketingért, viszont hogy azért nem volt és most sincs járvány Európában, mert az oltások ezt kilépték. A fenti hamis érv
helyett az az igazság, hogy Európában az elmúlt 50-100 évben jelentősen javultak a családok életkörülmények, egzisztenciális helyzetük, valamint jelentősen javult a család, illetve települési higiénés körülmények, például a csatornázás, visszaigóvíz, az élelmiszertárolás, élelmiszerbiztonság, az ételek minősége, és szeretjeltek a ritmenítős táplálkozás és szokások, stb. Tehát a fentiek, azok a családok és így a kifejezőket higiénés táplálkozási, valamint szociális jólét helyzetének javulása okozta a fertőzött betegség gyerekkori járványok eltűnését Európában. Mitől torzult el Magyarországon a gyermekkori oltási rend? Ugyanúgy Amerikában, mint az Európai Unióban is. Az azért, mert a globális Big Pharma hamis oltási marketingje, gazdasági lobbija és profit érdekei miatt történt mindez. A Big Pharma lobbistái mind az amerikai, mind az európai nemzeti és nemzetközi közegészségügyi és járványügyi hatóságokba is beépültek. Saját üzleti érdekeik szerint formálták és formálják ma is a közegészségügyi szabályokat és a rendeleteket. A vakcinagyártó 1980-as években USA-ban nemzetközi jogi immunitást kaptak a termékeik okozta egészségkárosodások miatti kártérítési felelősség alatt. Nem véletlen tehát, hogy a gyártók termékfelelősség nélkül megszüntették, vagy megszűnt a nemzetközi és a hazai vakcina biztonság. A vakcina gyártási teje, a termékek, azok a vakcina szállítmányok minőség ellenőrzése. A nemzetközi és hazai gyermek populációban a gyermek vakcinák egészségügyi hatásainak objektív és hosszú távú utánkövetése, elemzése elmaradt, illetve elhallgatásra került. A kettős vagy próbák, az oltott nem oltott, tehát placebo kontrollos. Van itt hosszú távú összehasonlító statisztikai jelentések is megszűntek. A hazai vakcina biztonság ugye azért is sérült, mert az Európai Gyógyszerügynökség felügyelet alá került az Európában forgalmazott gyermek vakcinák engedélyezése. Ebben az Európai Gyógyszerügynökségben EMA szintén ott ülnek vakcinagyártók lobbistái, akik a gyártói leiratok alapján, és itt a lényeg, mindenfajta laboratóriumi minőségellenőrzés nélkül engedélyezik Európában a gyermekvakcinák forgalmazását a tagországok felé, sőt, mivel a gyártók innováció címén rendszeresen módosítják az európai forgalomba kerülő gyermekvakcinák összetételét, így azokat is azokat engedélyezik. A legfrissebb hírek szerint az EMA idén tervezi, az 2024-től, de talán már el is kezdte a WC oltásokkal kapcsolatban, az összes gyermek vakcinát mRNA-s alapúra átállítani. Persze erről nincsen van, a vakcina szakirodalomban is, a sajtóban is mind külföldön indít a hazánkban. A hazai, most érjék át hazánkban, a hazai kötelező gyermekoltási rendszer hibái. 1. Minden európai tagállam maga határozhatja meg a saját gyermekoltási rendjét. 2. Miközben az európai tagállamok kétharmadában nem kötelező, hanem választhatóak a gyerekoltások, hazánkban extrém szigorú kötelező oltási rend van, és az oltás kritikus családokra súlyos hatósági retorziók, bírságolások és gyámügyi eljárások várnak. 3. Ez az extrém eljárási rend egy 1998-as épületi minisztériumi rendben szabályozva, amit az első Orbán kormány hozott. Igen. Így van, és amit azóta, tehát 26 éve nem módosított és nem vizsgált senki. A rendeletet sem. Környező országokban, például Ausztriában, Romániában nem kötelezőek a gyermekoltások, mégis, mégsem semmi kelet-európai fertőző gyermek vagy járvány. Akkor azt mondja, viszont, hiszen a járványok nem ismernek a fel. És ami érdekes, hogy ha vannak is politikus kisebb megbetegedések, ez éppen olyan esetben fordulnak elő, ahol az adott oltásban részesített gyermekpopulációban fordul elő, tehát például a magyar esetében, akik már oltották volna. Ott van újra jár. Európában, tehát megismétlem az országokat. Ausztriában, Cipruson, Hollandiában, Dániában, Észtországban, Görögországban, Finnországban, Norvégiában, Izlandon, Írországban,
biznisztájában, Litvánia, Luxemburgban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, Egyesült Királyságban, Svédországban, Hégyetek, megkérdeztük hivatalos levélben 17 ország egészségügyi minisztériumait, Magyarországon ilyen nincsen, hogy náluk kötelezőek-e a gyermekről védelmoztatások, és ha nem, akkor életnek. Eddig 4 ország választott a birtokunkba. Mint azt írják, hogy náluk nem kötelező a gyermekről védelmoztatások, mert ők ezt alkotmány ellenesnek tartják. Értitek? Alkotmányos adott ország. Valami a saját nemzeti kormányai nyílt párbeszédet folytat. A járványi kérdésekről, a gyermekoltásokról, a választópolgárokkal, ezért teljes a bizalom a felek között. Tükör, hasonlítsuk csak a magyar viszonyokhoz. Magyarországon 50 év alatt több mint 10-szeresére nőtt a 0-17 éves kisgyermek korban a kötelező gyermekoltások száma és az antigén összetétele. Különösen pikáns, hogy egyes vakcinampulák 2-3, sőt több korokozó antigénet is tartalmazza egyszerre, koktélban, miközben ilyen kellett járványok soha nem fordultak elő. Például a Helmer, például a Dieter-te. Senki nem vizsgálja és nem is ellenőrzi, hogy a hosszú távon ez az extrém számú antigén, azaz 29 antigén 18 hónapos korig a kis csecsemőnek, kisgyermeknek, és mindez ezen vakcina antigén koktélokon járva, milyen egészségkárosodást okozhatnak, és tulajdonképpen okoznak is a gyermekeinket. Már pedig kimutatható, hogy Magyarországon a gyermekpopuláció egészségállapotának folyamatosáról ér. Egyre több az allergiás, az autoimmun, gasztroenteritis faktorokkal szenvedő, az eczémás kisgyermek, gyermekrák is megjelent, és dinamikusan nő az autista gyermek száma. Sok olyan kötelező oltás van Magyarországon, ami banális gyermekbetegségre adják. Ilyen például a morbéli. Már lehet. Vagy olyanok is vannak, amelyek járványokat sohasem okoztak, például a tetanusz. Tetanusz járvása sem volt. Vagy olyan korokozó antigénét adják a gyermekbe, ami 15-20 évvel azelőtt okozott járvány, és a most erre beadott antigén, a mostani megmutálódott korokozóra az hatástalan. Tehát nyugodtan kialakulott mellette arra a betegségre vonatkozó új betegség. A külföldről beérkező vakcina szállítmányokat itthon még szúrópróba szerint sem nem ellenőrzik. Hatósági minőség ellenőrzés alá engedik. Az esetleges szennyezett szállítmányokat hazai hatósági megsemmisítéséről még sohasem hallottuk. Az oltóorvosok többségének fogalma sincs a vakcina ampulla beltartalmi összetételéről. A beadás előtt a szülőkkel nem ismertetik az adott vakcina gyártói leiratában foglalt lényeges információkat, például az, hogy mRNA-s a hagyományos oltóanyag, milyen toxikus agyulásokat tartalmaz, hatásfokozók vannak-e benne, például ivar vagy alumínium, és az sem, hogy emberi vagy állati DNS, vagy fehérje maradványok szennyeződésének nincsenek el az apulában. Újraoltás előtt az oltóorvosok túlnyomó többsége nem csinálta szérum ellenőrzési szintmérést a kicsikre. Miközben az oltásérő gyermekek pere során kiderült, hogy a védettséget igazoló szintet több tízszeresen meghaladó ellenőrzési szintre is ráoltottak a beleforgott kollégák. Ez a ráoltás ugyanis az immunrendszer korosítvány állapotához vezet, ami később kialakul autoimmun korképek és viselkedési zavarok autizmusok alapja lesz. Elhallgatják a statisztikai adatokat, azaz az egyre több oltáskárosodó gyermek száma pénzét. Sem az oltóorvosok, sem a szakhatóság, sem az állam nem ismerik el a felelősségüket ebben a kérdésben, jogorvoslat nincs, feltérítés nincs. Sőt, a Magyar Alkotmánybíróság 2007-ben egyenesen hozott egy határozatot arról, hogy a közösségi nyelvűnyomítás érdekében akár a gyermek halálával végződő oltás beadása is megengedhető. Az oltások ügye, tehát itt volt egy szent tehén, egy vak érdemes, sőt most már vallás lesz.
Idézek egy levélből, 5 percen van. A Oltás Károlyos úr gyermeke szüleinek egyik Facebook csoportjának a vezetőjéről van szó, az ő engedélyével olvasott az szavarát, Nikinek hívják, akinek 3 gyermekéről 2 súlyos autista. Kérdésem volt felé, miért nem fognak össze az Oltás Károlyos úr gyermeke szülei, és demonstrálnak Bülent Cecília irodája és a belügyminisztérium előtt? Válasza szó szerint idézett. Ez jó kérdés. Mit mondhatnák? A soha többi autizmus Facebook csoport egyik szülői vezér alakjaként, aki a 3 gyerekéből 2 tartsa tette. Értelmi sérült és nem beszélni autista gyermek anyukájaként. Válaszol. Nagyon hosszan tudnék válaszolni, hogy miért hallgatunk, mi Oltás Károlyos úr gyermekek szülei, főleg a brutál módon tartsa tett autista gyermekek szülei. De röviden válaszol. Miért hallgatunk? Első csoport, akik tudják, hogy az oltásra tették betegül a gyerekeket. Nincs módunk, időnk, anyagi források, babysitterre megmozdulni, eljutni lábbal. Főként egyedül nevelő anyukák vagyunk, akiknek a napi élet megoldása sem egyszerű, nemhogy kiállni magunkért. Igyekszik a gyermekek sorsát a lehető legészkedítelendő és legmegalkulóbbá rendezni, úgyhogy nekünk gyermekeszülő és a megsegítség is maradjon. Ez utóbbi mondatom esetén nem kell mindjárt a dologra gondolni, csak egy példa, ezek a gyermekeket mindig kirúgtossák az oldákból, iskolákból. Ha nincs egy 2 méteres elszállt apuka, aki háttérben, és itt van, és utána bemegy, és ráigolik az asztal. Egy egyedülálló, gyűrött, megkisebb anyukába páros lábbal rúgatva le mindenhol. Második csoport. Ők azok, akik nem tudják, nem is hiszik el. Nem olyan gáz ez a gyerek. Még el lehet elégedni. Apuka nem létszett le. Mivel nem olyan gáz a gyerek, élik az életüket. Ők nem fognak ebbe belállni. Nehéz őket felvilágosítani. Bár a politfasizmus nagyon jó szolgálatot tett, szóval sokuk könnyen kivélethető. Mi lett a megoldás? Ahogy ért egyedüli családfenntartóként özvegyen és 3 gyermekemmel és minimális szülő segítséggel megélhetésé való tevékenységgel korlátozott időn van felelősen, konzekvensen a médiában hozzolgatni. Akár a soha többi autizmus ebből csoportban, hogy azoknak a szülők, akik erre alkalmasak lennének, szintén hasonló cipőben járnak, tehát nekik sincs módjuk. Így őket belőleleken osztogatunk, csetelgetünk, szervezgetünk. Ahogy a Kavics a cipőben című online és megszervezte való. Viszont soha többi autizmus csoport valóban alkalmas lenne arra, hogy figyeljen felhívásokat már, mint a miénket, az orvosit, meg tudjátok osztani. Ezt a tematikusan én felvállalni nem tudom, de ha van valaki asszisztensek kollégátok, aki ezt bevállalja, akkor akár valami jobbat is tudok megvárni. A Covid idején az RT, Facebook 3 évig lekorlátozta a csoporton létszámát, és hiába vettünk fel tömegesen embereket, de létszámban mindig csak a 9500 fős maximum látszott. Közben persze a többi képlők is genetikai autizmus imádó csoportoknak nőttek, mint a gomba. Itt idézett végre. Teendők, amiket tervezünk még. Mit fogunk tudni tenni ebben a helyzetben? Az első, amit tervezünk, egy méregfelelítési, oltás kivezetési gyógyászati protokoll ügyében szervezünk egy orvos szakmai kerekasztalt és konszenzus konferenciát, ahol kialakítjuk azt a legjobb helyjárási gyakorlatot, ezt már tiszt, amit de terápiás javaslatként tudunk majd minden szülőnek, minden oltási szülőnek ajánlani. 2. Egészségtanácsadó offline dropboxot fogunk létrehozni a Budapesti Szépen Önkormányzat nem sokáig induló honlapján, ahol konkrét egyedi beteg és szülői kérésekre igyekszünk majd szakszerű orvosi természetgyógyászati válaszokat adni, terápiás javaslatokat adni. Ehhez most szervezzük a tanácsadó szakértő orvosi természetgyógyászati csoportot. 3. Videósorozatot indítunk a YouTube-on, és online, és máshol. Gyermekoltásokról őszintén címvel, ahol részletesen bemutatjuk a gyermekoltások a globális vakcinaipar összes visszásságát, és a védőoltásokat körbelevő tévhiteket áttudományos narratívákat. És a végére adtam egy csattamot. Elkezdik összegyűjteni azon
jelentkező szülők névsorát, én egy figyel, akik szeretnék gyermekeik számára az oltásra valóli örökös mentesítést megszerezni. Ugyanis konkrét hazai példa, az az ilyen szülő van, aki megkapta ezt a mentesítést. És ennek az eljárásnak a lóhajjon is megvan. Tanműhelyben már most 21 szülő csoportos képzést kap erről a kérdésről. Jelentkezni lehet, engedélyre az illetőnek, Fodorbálunknál, és ha e-mail címadéken lehet jelentkezni, a fobalint97@gmail.com e-mail címen. Tehát fobalint97@gmail.com. Köszönöm a figyelmet, és a legjobb jó hét, már meghallottátok a VH Roller és Fandiniás diktátumát, nem fogják a leépítményekre. Köszönöm a figyelmet! Akit érdekel, amelyek az úgynevezett beharagozója ennek a bizonyos oltásnak, mint a kérdéses mentesítés. Egyébként van egy három oldal, és ezt nem tudnám, hogy nem tudom, hogy lesz egy 90 időből. Ha akit az érdekel, az szívesen odaadom, illetve ezt e-mailre sem tudok kérdezni. Ezt a beharagozó, hogy milyen alapján is odaadják. Akkor köszönjük szépen, hogy mindenki figyeljen, van lehetőség teljesen kinyitni az oltást kezdetre. Szecsei Miklós barátom kérte egy szót, egy mondatra, parancsolj. Köszönöm benneket a szeretettel. Én szóval Miklós egy szót, nem másért, mint gratulálni szeretnék Tamosi Józsefnek. Számomra a legfontosabb tanulságát, hogy olyan orvosokat ismertem meg, mint Tamosi Józsefet, Pócs Alfrédot, Orkovics Kovács János, és a Kicsi Rengény Gábor és Gödény Györgyöt, akik akkor álltak ki, és úgy így azért mondom, mert akkor álltak ki, az hogy senki nem állt ki. És nekem a videói megvan, pusztott, folyamatosan azt mondtam, az intuíció nem fog becsapni. És azok az emberek akkor kockáztatták az állásukat, az egzisztenciájukat, mindenkinek. Most eljutottunk oda, hogy ők járnak a bíróságra, nem azok, akik okozták ezt a problémát. És az azt tudom mondani, hogy ez egy óriási felelősség minden magyar embernek, hogy lehet, hogy egészségünk, lehet, hogy bármi, de a te egészségedet csak olyanra bíz, akik a garantáltan ott maradt mellette. Ezek az emberek kiálltak, és ezeket az embereket igenis meg kell becsülni. És azért jöttem el, hogy mindannyian tudjátok meg, hogy ők az igazi hősök, és ti általuk fogtok tudni továbbérni. De soha nem felejtsétek el. Lehet bárkit bocskolni, de lehet bármilyen helyzetbe hozni, bejáratni, de akkor abban a pillanatban, amikor ott vannak, hogy ott voltak, én szeretném látni azokat, akik őket mocskolják, hogy ott voltak-e akkor. Nem láttam egyeset. Nem láttam egyeset, és csak azt tudom mondani, hogy gratulálok. Sok ilyen orvos lenne, sok olyan most már jogász kolléga is, aki kiáll ezekért az ügyekért. És ezek a rendezvények nagyon fontosak. Lehet, hogy ma kevesen vagyunk, de sokkal többen lesznek azok, akiknek itt kéne lenni, mert áldozatok. És ők itt vannak. Legyenek már egyszer itt azok is, akik érintettek, mert őket ma megpucolják, őket ma próbálták hiperengélyezni, különböző olyan csoportokban, amik lejárnak ilyen rökölyös csoportokban, és hol vannak azok az emberek, akik kér az egészet vállalták. Tehát csak azt tudom mondani, nagyon nagy elismerésen megtiszteltetés, és számomra örök, hogy ilyen embereket is nevettem meg. Ővelük jó kezelő vagyok. Gratulálok! És következik Tamosi József, az Egyesítsük Erőinket mozgalom, amit sikerült beindítani az Hit Egyesületnek, ennek az